minden nap akaratom ellenére is átfut a gondolat rajtam, hogy vajon hazajöhetek ma még? Ha nagyon őszinte akarok lenni, bennem is van félelem. Igenis, túl tudunk érni nehéz helyzeteket is, és ha kihívásnak is számít ez nekünk, akkor is a lehető legjobbat hozzuk ki belőle. Jövök és végzem a feladatomat, mert ez egy olyan periódus, amikor óriási szükség van arra, hogy igenis el kell látni a teendőnket. A legfontosabb, amit tennem kell, figyelni a feletteseimnek az utasításait, és ezt továbbadni úgy a csapatnak, hogy az érthető, tiszta és megoldható legyen. 25 éves tapasztalatom van a téren, hogy mit jelent egy betegnek a mosoly, egy asszisztens, egy ápoló részéről. Nagyon sokat jelent, nagyon sokat segít. Most úgy érzem, hogy ezt elvették tőlünk. De azt azért jó mindenkinek tudnia, hogy a maszk mögött ott van a mosoly. És szívesen csináljuk a munkánkat. Cikó Mária vagyok, a Csíkszeredai Sürgősségi Megyei Kórháznak, az urológia osztályának osztályvezető főasszisztense. Ha mi képesek vagyunk arra, hogy itt vagyunk és tesszük a dolgunkat, akkor maradjanak otthon, saját magukért és értünk.